A jó hangulat jellemezte a Híd a jövőbe értelmi sérülteket segítő alapítvány jótékonysági estét. A rendezvényen 70-en vettek részt, ezzel is támogatva az alapítványt és a 8 éve működő Nyuli Márton lakóotthont. Fekete Gáborné azt mondja, a nehézségek ellenére eredményes 10 évet tudhat maga mögött az alapítvány. Nagyon nehezen lehet erre röviden válaszolni, nagyon küzdelmes és nagyon sok munkával, azt gondolom, így lehetne talán összegezni, ugyanakkor nagyon sok siker, szakmai siker övezte ezeket az erőfeszítéseket, úgyhogy összességében azt gondolom, hogy elégedetten tudjuk esetleg megvonni ennek az elmúlt 10 évnek a rövid leltárát. A vendégek szórakoztatásáról Sebestyén István, bukovinai székely népművész gondoskodott. Jó, szerelmes Istenem, mondjon neki, ha nem egyáb szétszereli magát előjön. A lassan ásmény kottintétje, leveszi a bolcsicsics látész. A Mártonnapi jótékonysági est elengedhetetlen kelléke a liba és az újbor volt. Amíg a vendégek elfogyasztották az ételt, Árpi bácsi és bandája szolgáltatta a halk muzsikát. Prisztóka Tibor a helyszín biztosítója a vacsorás bevételét felkínálta az alapítvány részére. Mi azt gondoljuk, hogy egy hétvégi napunknak a bevétele az nem fáj mi részünkre annyira, mint amennyire nagy örömet okoz ennek a lakóotthonnak. Tehát ez egy közös kezdeményezés is volt. A év elején volt a színházban bemutatott darab, amelyben mi ott voltunk, hosszú évek óta ismerjük a fekete házaspárt, ismerjük a problémáikat, és ott vetettem föl, hogy nagyon szívesen rendeznénk egy ilyen eseményt, hogy direktben is tudjuk segíteni a lakóotthont és hát a ott élőket. A rendezvény teljes bevétele két havi állami normatívának felel meg, amely összege minden előzetes várakozást felülmúlt.